Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tages horoszkóp május 14-ére és május 15-ére az indiai számítás szerint. A hold a mérleg jegyében van, mégpedig a Svati holdházban. Ez lefordítva utal a mi énünkre és a mi lelkünkre. Tehát fontos, hogy most mi állunk a középpontban, de azért ápoljuk a lelki kapcsolatokat is, és itt szerelemről van szó. Vénusz bolygó eléri a pályáján azt a pontot, ami messze van a naptól. Itt kicsit lelassulnak az események, valami olyan átláthatatlannak tűnik, hiszen a nap messze van Vénusz bolygótól, nem tudja úgy megvilágítani az eseményeket, ami érezhető lesz a napokban. Mint mondtam, a hold a mérleg jegyében van, és a nap az indiai számítás szerint még a kos jegyében. Az szemben áll egymással, és közeledik a teli hold, amikor a hold és a nap szemben van. De ez már most érezhető, és ez olyan, mint egy tükör, valami tükröződik számunkra, tehát lesz egy bizonyos jel, amit észre kellene venni. Ne legyünk túl visszahúzódóak, de nem kell olyan sok mozgás, nem kell elsietni az eseményeket. Itt kell a belső egyensúly és a középpont. És itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Itt kell ez az egy hang a napokban. Merkur bolygó visszafele tekint, ez a visszafele mozgás. Ez jelenti a múltat. Előfordulhat, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. De ez a visszatekintő mozgás, ez jelentheti azt is, hogy lelassulnak az események, hiszen ez fékez valamit. Erre számíthatunk. A dél-keleti határon fel kell most Antares. Antares, ez egy királyi csillag. És lefordítva azt jelenti, hogy Áresznek az ellensége. Áresz az a görög mitológiában a háborúnak az istene. A rómaiaknál Áreszt Marsnak hívták, és mi így ismerjük Mars bolygó. Mars bolygó utal az élet erőnkre, ez egy férfias energia, jelentheti a férfiakat is. De mivel Áresz, ez a háború istene, ezek lehetnek kihívások, ez lehet most ez a háború. És most láthatóvá lesz Áresznek az ellensége Antares. És ez azt jelenti, hogy valami történik most, itt ebben a háborúban, amit jelenleg átélünk, hogy valaki fellép, és nyilatkozik a háború ellen, hiszen Antares, ez a királyi csillag most látható lesz, és természetesen kihat az életünkre. A nap az a határon van, a kos jegye és a bika jegye között. Hamarosan áttér a bika jegyébe, erről beszámolok a következő felvételen, hiszen kezdődik egy új havi téma, és ez a bika jegyével áll összefüggésben. De mivel megvan ez a mozgás, hogy a határon van, az lehet, hogy most a napokban lesznek korlátozások, vagy mi is elérjük ezt a határt, és úgy érezzük, most nem megy tovább. Amint a nap áttér a bika jegyében, elveszíti a jógáit. A jógák azok kapcsolatokat jelentenek. Tehát itt bizonyos kapcsolatok le fognak záródni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!